A májusi fagy miatt több mint 5000 szabolcsi agrártermelő nyújtott be kárigényt, amelyből 4427-et fogadtak el. 19000 hektáron 70% feletti volt a termés kiesés. A kárenyhítésre egy három pillérből álló konstrukciót dolgozott ki a szaktárca. Az úgynevezett de minimis keretből közel 60000 forintot fizetnek a gazdáknak hektáronként. A legfontosabb a de minimis, ami 1 milliárd 270 millió forintos támogatás jelent, illetve kárenyhítés jelent a gazdák részére. Ennek a papírformátumát lezártuk, elküldtük az MVH központba. Gyakorlatilag ígéret szerint az lesz, hogy szeptember végétől kezdik a kiutalásokat a kárszenvedett gazdáknak. Az uniós kereten túl a 4,5 milliárd forintos agrárkárenyhítési alapból is jut majd pénz a gyümölcs termesztőknek, illetve a kárenyhítés harmadik pilléreként kedvezményes kamatozású kölcsönt is igényelhetnek a termelők 5 millió forint összeg határig. A de minimis támogatásnál a gazdáknak már semmi dolguk nincs, hiszen beadták az igényüket, tehát ez rendben van. Lesz majd az októberbe induló országos kárenyhítési alapból igényelhető támogatás. Itt a gazdáknak ma nyilatkozni kell a hozamokra, mert nekünk hozamérték számítást kell tennünk ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy valóban az ő gazdaságát egy komolyabb kár érte. A legnagyobb mértékben a szabolcsi almás kerteket érte fagykár májusban, összesen 9400 hektáron. Utána a medgyesek következtek 1814 hektáros területtel. Szeptembertől megkezdik a kiutalásokat a gazdáknak, és a kárenyhítésre szánt összegek 50%-át még ebben az évben megkapják a károsultak.